szentimentalizmust meg az atyaságot ne keverjétek össze. Ha az atya olyan lenne, mint ma sok atya, keresztényekről beszélek, akkor vitte volna a szép ruhát meg a kaját, hová? A disznó olba, ahol a gyerek van. De figyeld meg, micsoda kemény és fegyelmezetnek kellett lenni az apának, hogy megvárta, hogy a gyerek összeomlik, dönt, helyes irányba állítja az életét, és elindul feléje. Tehát ő nem volt szentimentalista. Egy atya az nem szentimentalista. Mert érzelmesen közelített volna, mert azonnal összepakolt volna, vitte volna a kecsketejet, az ételeket, mézet, datóját, szőlőt, mindent, hogy a gyerek nehogy éhe haljon a disznóolnál. De úgy volt ez az atya, te választottad. Te akartad ezt az életet. Te akartad a függetlenséget. Nézd meg! Te szeretted a világot. Fontos, hogy megismerd, hogy mit szerettél. Miután epekedtél. Mi volt előtted a jó? Hogy ez valóban jó? Mert az atya oda küldte volna csomaggal a szolgáit, hogy rántsák ki a fiát ebből a helyzetből. Nem biztos, hogy megtanulta volna a fiú, hogy a világ rossz. A világ gonoszságban vesztek el. A világnak az ura egy sötét, gonosz herceg, sátán. És hagyta az atya, hogy ez mindez megérlegyüljön. És összeomlott. Egy nagy fölrengés jött létre szívébe. Nem kellett tőle félni. Így jön az Isten részéről mindig a kegyelem. A kegyelem az mindig, az eredetiben nem szerepel a szív, a megindulásból. A megindulás az azt jelenti, hogy valakiből kimegy a lelke és a szelleme, és rámegy egy másik emberre, és a másik emberrel közösséged vállal. És ilyenkor, amikor kimegy a lelked és a szellemed egy másik emberhez, azzal nem tudsz más csinálni, mint segíteni neki. Az atya megvárta ezt az ikletett pillanatot, megvárta, hogy a gyerek, és ez mi váltja ki? Egy másik ember szívének és lelkének az összetörése. Ez váltja ki az irgalmat. Nem az érdem. És ez a fiú össze volt omolva, össze volt zúzva. Tudta, nincs semmi, semmi igazságom nincs. Minden összeomlott benne. Eltékozoltam mindent, az egész életem rossz volt, a szíve, lelke, széje volt zúzva, darabokba volt. Erről beszél az 51. Zsoltár is a Dávidról. Dávid is, amikor elkövette házasságtörést, nem azt mondta Istennek, Istenem, bocsáss meg a bűneimet, annyi jó dolgot cselekedtem én neked, a filiszteusokat legyőztem, a fridládát felhoztam Kirjátjáraimból Jeruzsálembe, fölállítottam a sátrat, a Jeruzsálemet elfoglaltam, a szellemi központtá tettem, nemzetet alapítottam, Uram, tekintsél, a milyen nagy dolgokat cselekedtem. Olvasd el az 51. Zsoltárt, hogy kezdődik? Az Isten irgalmát ér könyörök. Mert Dávid is rájött arra, hogy az Isten nem nézi a jó cselekedetét, amit előtte tett. Egyetlen egy dolgot néz most Isten nála, és elfelejtett minden jót nála Isten, hogy házasságot törtél, és megölted a férjét a hölgynek, Becsabénak, és csak ezt nézte az Isten. És Dávid megértette, hogy Isten rám nem néz többet szeretettel. Nem érvényes rám, hogy Izaj fiára, kedvemszerű férfira akadtam. Utálattal néz rám az Úr. És ez összeomlott. Ettől összeomlott Dávid. Darabokba volt a szíve. És amikor darabokba van a szíve az embernek, össze van omolva, ezt megértette Dávid, hogy ez az az áldozat. Nem szerepel a Bibliában az, hogy kedves, az csak a fordítók tettek bele, hanem csak annyi szerepel benne, hogy ezt elfogadja Isten. Tehát ezt a közeledést elfogadja Isten. És így jön rá az emberre kegyelem. Nos, tehát a fiatal ember is így ment vissza az atyai házhoz, az atyának fegyelmezett volt, és megvárta, míg a lelke szelleme
a fia lelké összetört lelkével, szeleméjével közösséget vállal, és megragadja azt a fiában lévő törött lelket és szellemet. Akkor már ugye nem tudott az atya se tűrtőztetni magát, rohant a fia elé, és ráborult a nyakára, és megcsókolta. Ez az Isten irgalma. Dicsőség Istennek.